Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Szent Györgyi Albert közönségdíjat vett át nemrégiben dr. Obbágy Veronika, Nyíregyháza tüdőgyógyász főorvosa. Ez is témánk lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Új luxus hotel Tokajban, több mint 10 milliárd forintból épült fel. Elismerés, Szent Györgyi Albert közönségdíjas dr. Obbágy Veronika. Beruházások Tiszavasváriban, több milliárd forint értékben folynak fejlesztések. A térség legnagyobb ötcsillagos szállodáját adták át Tokajban. A 4 emeletes, 100 szobás hotel a Hegyalja világörökségi borvidékén épült. A wellness részlegen kívül egy 150 fő befogadására alkalmas rendezvényházat is kialakítottak a területen. A szálloda építését közel 3,5 milliárd forinttal támogatta a kormány. Egyedülálló környezetben, a Csurgóvölgyben egy korábbi andezit bánya területén nyílt luxusszálloda Tokajban. A közel 10 milliárd forintos beruházás nem csak a térség turisztikai vonzerejét erősíti, hanem a foglalkoztatást is növeli. Tokaj városa, azt hiszem, régi vágya teljesül azzal, hogy megszületik itt egy ötcsillagos szálloda. Azt hiszem, hogyha a múltból indulunk ki, mindig az volt itt a legfontosabb igény, hogy olyan minőségi szolgáltatások és szálláshelyek legyenek, amely méltó ahhoz a világhírű Tokaj asszúhoz, ami híressé tette ezt a települést. Úgyhogy ez azt gondolom egy olyan óriás előrelépés itt a térségnek és Tokajnak, ami nem csak anyagiakban mérhető, hanem olyan szakmai előrelépés, ami ugye ötcsillagos szálloda, ilyen nagyméretű szálloda nem volt a térség, ami olyan szinten emeli meg a minőségi turizmust, ami azt gondolom, hogy példaértékű, és jelen pillanatban már látjuk a számokban, és azt gondolom, hogy 950 éves Tokaj ilyen szép születésnapi ajándékot ugye kapott a város, hogy egy ötcsillagos szállodát ma hivatalosan is átadnak. Én ennek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, és talán meglepő a hely, hogy egy bányában van ez a szálloda, de Tokaj a bányákról is híres volt, itt rettentően sok bánya volt, és ez a bánya is egy új hasznosítás, mert egy másik bányában fesztiválkatlant üzemeltetünk, itt pedig egy ötcsillagos szálloda lesz rövidesen, hivatalosan is átadva. Említette a számokat, hogy megmutatkozik már ez. Mit jelent pontosan turisztikai, gazdasági szempontból? Ugye nem csak ötcsillagos szálloda van most már Tokajban, hanem négycsillagos, és a két szállodának a számait nézzük, akkor egy óriási előrelépés van. Most jelen pillanatban a 4 hónap tükrében, ha nézzük, 19 ezer vendégészaka volt ebben a 4 hónapban. Egyébként mindig az volt, hogy a január, február, március nagyon gyenge hónap itt ebben a térségben. Most bebizonyosodott, hogyha vannak minőségi szálláshelyek és jó szolgáltatások, akkor ezek a számok egyre dinamikusabban emelkednek. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogyha a szezon beindul, akkor itt még nagyobb számokról lehet majd beszélni. A helyteremtésben ez mit jelenthet? 80 fő, ami azt gondolom, hogy ebben a térségben egy nagyon jelentős létszámbűvülés, és hát bízunk abban, hogy a fiatalok, akik eddig esetleg külföldön vannak, kedvet kapnak majd ahhoz, és ez a szálloda egy jó lehetőség arra, hogy itt kamatoztassák azt a tudást, amit esetleg itt megszereztek, és most gyakorlatként külföldön vagy az ország más részén kamatoztatnak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy előrelépés foglalkoztatási szempontból is a városban. Maga a tokaji bor, a tokaji asszú, hungarikum, Tokaj, mindenhol ismerik az egész világon. A himnuszunkban is ott szerepel, és mi nagyon büszkék vagyunk rá. Viszont ahhoz, hogy meg tudjuk mutatni, nagyon fejlett, korszerű, modern szállodákra van szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül fontos üzenet. Természetesen sok munkahelyet is létrehozott, és nagyon sok helyi dolgozik itt, és ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő dolog. Munkahelyek létrehozása az mindig fontos a térségben. És mi pedig azon dolgozunk, hogy minél több olyan infrastruktúrát építsünk ki, amellyel az ide látogatókat még jobban arra tudjuk biztatni, hogy válasszák Tokajt és térségét. Kerékpárút hálózatot alakítunk ki, és gyakorlatilag nagyjából egy hónap múlva már az egész Kopaszhegyet körbe lehet majd tekerni biztonságosan. Az ötcsillagos szállodát Lázár János építési és közlekedési miniszter adta át, aki azt mondta, a kormány célkitűzése kettős ebben a térségben. A Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen övezetben egy versenyképes gazdasági zóna kialakításán dolgoznak. Az átfogó fejlesztéseket pedig turisztikai beruházások is kísérik.
Magyarország kormánya nagy erőforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy a vidék számára lehetőséget teremtsünk. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a gazdaságfejlesztés szempontjából a tartalékot a vidéki térségek, elsősorban a peremtérségek jelentik. Ez alatt értem az északkeleti, keleti, délkeleti országrészeket, többek között a zempléni részt is, ahol az országos átlagnál nagyobb a munkanélküliség, kisebb a kereset, jóval kisebb a gazdasági növekedés, mint eddig volt. Ennek egyik fontos tartópillére lesz ennek a fejlesztő munkának a Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc gazdasági övezet kialakítása, amin a kormány intenzíven dolgozik, külföldi befektetők, hazai gazdasági szereplők és természetesen adófizetői 1000 milliárdos nagyságrendű forintok mozgósításával. Ez az egyik tartópillér. A másik, azt szeretnénk elérni, hogy a magyar választópolgárok, amikor pihenni mennek, akkor Magyarországon töltsék a szabadidejüket, ne csak a Balatonnál, hanem az ország különböző pontjait is képesek legyenek megtalálni, föltárni. Az egy nagyon fontos és jó dolog, hogyha a magyar családok Magyarországon pihennek, és ezzel egyébként szolgáltatásokat vásárolnak, itt költik el a pénzüket. Minden szállodai fejlesztést támogattunk az elmúlt évtizedben, amely vidéki szálláshely bővítésre vonatkozott, mert azt gondoljuk, hogy például Zemplén és a Tokaj számára a kitörési pontot az iparfejlesztés mellett döntő mértékben a turizmus és a turisztikai szolgáltatások növelése jelenti. Ennek érdekében a kormány ehhez a szállodához és más szállodákhoz is támogatást biztosított a térségben, amely úgy gondolom egy nagyon jól megtérülő beruházás lesz, hiszen nagyon sok magyar család tud Tokajban, illetve a környéken pihenni, a szabadidejét eltörteni. Az ország egyik legszebb tájegységéről van szó, amelyben nem megfelelő minőségűek a turisztikai szolgáltatások, és további fejlesztésekre van szükség. A hotel építését a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programból közel 3,5 milliárd forinttal támogatta a kormány. A szálloda szolgáltatásait bővítő rendezvényházra további 1 milliárd forintos állami forrást adtak. Szentgyörgyi Albert közönségdíjban részesült áprilisban dr. Obágy Veronika tüdőgyógyász főorvos, aki immár 40 éve praktizál Nyíregyházán. A díjazott a nap korábbi időpontjában volt vendégünk, Iván Aurél beszélgetett vele. Köszöntöm a stúdióban dr. Obágy Veronika tüdőgyógyász főorvost, és egyben gratulálok is a díjhoz. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy kicsit akkor erről a díjról, hogyha valaki nem tudná, Szentgyörgyi Albert közönségdíj, mit akar ez a díj? Tulajdonképpen nagy hálával tartozok a betegeimnek, mert ez a betegektől jött díj. Ugyanis minden éven 2017 óta szabad szavazni orvosokra, bárkire. Egész hosszú volt ebben a régióban is a lista. 6 régió van az országban, meg Budapest, úgyhogy heten kaptuk ezt a díjat az országból, és a betegek szavazhatnak ránk. Hát nem 100 vagy 200 szavazat kellett hozzá, úgyhogy nagyon köszönöm a betegeimnek, amit azért a 40-41 évnek is köszönhetek sajnos, vagy hála Istennek, mert ez alatt nagyon sok beteget meggyógyítottam, megvezettem el oda, ahova hát lehetett, vagy tudtam, mert hát nem mindenkit lehet meggyógyítani. Ez egy főorvosos asszonynak a 40 éves munkáját is díjazta akkor a sok-sok páciens ezzel a elismeréssel. Ha már szóba került ez a hosszú szakmai életút, akkor kicsit idézzük fel a fontosabb állomásait ennek. Mit kell erről a 40-41 évről tudni, amit fontosnak tartunk? Úgy kiemelni. Indult, hogy amikor 75-ben érettségiztem, akkor a szüleim bölcsessége, nem tudom, állami gimnáziumban érettségiztem, és így papgyerekként nem kellett egy évet pauzálnom, úgyhogy rögtön felvettek az egyetemre. Az egyetemen 3 olyan dolgot kellett teljesíteni, ami után klinikai kerettag maradt az ember, 20-an voltunk így. Nyilván a társadalmi munka, én ott kultúrában dolgoztam, a tanulmányi eredmény és a tudományos diákköri munka. És hát próbáltunk 20-an úgy elosztogatni magunk között a szabad klinikai állásokat, meg én azt is szem előtt tartottam, hogy nem 1 vagy 2 gyermeket szeretnék, így aztán vagy a szemészet, vagy a tüdőgyógyászat, és aztán tüdőgyógyász lettem. A klinikán maradva így. 12 évig dolgoztam ott, tanársegédként jöttem el, mert hogy a férjem görögkatolikus pap, és helyezte a püspöke. Én meg szépen összecsaptam a bokámat, és mentem utána. Így aztán 12 év klinika után Máté Szalkán töltöttem 6 évet, ami nagyon szép
évek voltak, mert hogy a gyerekeim addig csak a piacon látták, hogy a föld, de, tehát nem tudták, hogy a föld alatt vagy a föld fölött nőnek bizonyos zöldségek, úgyhogy akkor szembesültek azzal, hogy egy kis konyhakertünk is volt, tehát ott volt azért egy kellemesebb életünk, de csak két év. Tehát a 6 évet dolgoztam Mátészalkán, és 4 évig visszajártam, mert már nem szerettem volna ügyelni. 3 gyerek mellől a klinikán sem kellett, így nem nagyon érezhették a gyerekeim azt, hogy orvos az anyjuk, bár sokat szenvedtek azért tőle, mert ez egy 24 órás szolgálat, a férjemé is, meg az enyém is, és 4 évig kijártam ezért minden nap Mátészalkára. Úgyhogy 2019-ben jöttem a Víz utcára, a tüdőgondozóba, 2020-tól, 2009-ben, és akkor utána lettem vezetője. Az a lényeg, hogy összességében a Mátészalkai és az itteni éveimmel 20 évig voltam vezető. Mikor eljött az az idő, hogy döntenem kellett, hogy valahogy redukáljak, akkorra már 5 unokám lett, és úgy gondoltam, hogy nagymama is legyek, mert hogy a gyerekeim azért sokat hiányoltak, egy kicsit nagymamaként is tudjak teljesíteni, vagy segíteni a gyerekeimnek, ezért a nyugdíj mellett most 1 éve már csak magárendelést végzek. 40 évvel ezelőtt melyek voltak a tipikus betegségek, és mennyiben változott az a mostani időszakhoz képest, és javult-e vagy rosszabbodott az általános egészségi állapotunk tüdő tekintetében? Nagyon sokat változott. Tehát amikor én kezdtem, akkor vezető... Sokan dohányoztak még akkor, nem? Hát sajnos most is sokan dohányoznak, igen. Nem nagyon tudunk ezen, vagy nagyon nehezen tudunk változtatni ehhez az embereknek a hozzáállása és az akaratereje kellene. Mindig azt mondom, hogy itt dől el a fejben, és akkor abba lehet hagyni a dohányzást, akárhány év után. Van erre nagyon sok jó példa a betegeim között. Tehát amikor indultam, akkor nagyon sok volt a TBC-s. És elsősorban a bentfekvő betegek között asztmás, COPD-s betegek voltak, mert főleg asztmások, mert azokat volt nehéz otthon jó gyógyszerekkel gyógyítani. Kevesebb volt a tüdőrák. Ma a fekvőbeteg tüdőgyógyász osztályokon, tüdőgyógyászati osztályokon elsősorban tüdőrákos betegek fekszenek, TBC már csak gócpontokban van, és aránylag jól tudjuk kezelni, kivéve néhány nagyon rezisztens, nagyon makacs korokozó okozta TBC-s megbetegedést, illetve az asztmát és a COPD-t, főleg az asztmát, nagyon jól tudjuk inhalatív gyógyszerekkel, tehát amit belélegez a beteg, azzal egyensúlyban tartani. Tehát már nem jön szirénázva az osztályra az asztmás rohammal hozott beteg, mert otthonában egyensúlyban tartható. A COPD is, ez olyan mozaik szó ez, amit nem nagyon fordítunk le, de két betegséget rejt, egy hörgőgörcsel járó hörkurutot, illetve tüdőtágulatot, vagy és, mindkettő előfordulhat. Ezek a betegek is jó általános állapotban vannak, ma már lehet házi oxigént is írni nekik otthonra, úgyhogy csak amikor nagyon súlyos exacerbáció van, tehát a betegségének egy súlyos fellángolása, akkor kerülnek kórházba. Tehát sokkal többet tudunk az ambuláns betegekért, az otthon gyógyítható betegekért tenni. Sajnos a tüdőrák lett több, ma már az egyensúly, a TBC csökkent, a tüdőrák nőtt. Az elmúlt néhány év, amikor a koronavírus miatt rengetegszer volt korlátozás, maszkot is kellett hordani, ez valamit javította a tüdőnk állapotán, vagy a betegségek aránya lecsökkent, és most, hogy elhagytuk a maszkot, most meg visszaemelkedni fog? Hogy látja ezt? Határozottan csökkent az egyéb kórokozók által okozott betegségek száma, illetve az aszmások, allergiás aszmásoknak az állapota is javult, meg a szénanáthás betegeknek is az állapota, amikor ugye az allergia ettől eddig tart, de
mert hogy a maszkon keresztül kevesebb pollent lélegeztek be a betegek. Természetesen meg az egyéb kórokozókból is. Na most levettük a maszkot már, ezért nyilván több kórokozó fog minket megtámadni. Másrészt most itt van a pollen szezon, és kisüt a nap, ontják a fák, meg a növények a pollent, esik az eső, akkor nőnek, és megint ontják. Tehát nagyon oda kell arra figyelni. Éppen ma beszélgettem egy szülész kolléganővel, aki arról kérdezett, hogy mit tegyen azokkal a terhes kismamákkal, akiknek gyógyszert nem tudunk adni allergia ellen, és akkor hogyan védjük meg őket ezektől a allergiás tünetektől. Tehát egyre, és beszámolt arról, hogy valóban sokkal több, és mi is érzékeljük, hogy több az allergiás panasszal hozzánk forduló beteg. Ha majd még kicsit beszélhetünk a díjról is magáról, mert azért mégiscsak fontos, és ez az alkalma, hogy vendégünk a stúdióban. Ez a hosszú pályafutásában ez a díj, ez az elismerés hol áll? Hogyan írnál le? Mondta azt, hogy ez azért is kedves a szívének, mert a páciensektől jött. Hogy hol helyezni ezt el? Hát nincs itt sorrend. Tehát a kórházamtól, annak idején Semmelweis díjat kaptam, a szakmától Schweiger Otto díjat, az is a tüdőgyógyászati szakmában egy nagyon hát, nívós elismerés. A görögkatolikus vagyok, és az egyházamtól Szent Miklós díjat kaptam. Talán azt tartom a legnagyobbnak, mert hát az egy kicsit a lelkemhez közelebb áll. És akkor most a betegektől. Tehát ebben kitől kaptam, ahhoz annak vagyok jobban hálás, de ez egészen meglepetés volt. Tehát ez azért kedves most nekem, mert én már erre nem nagyon számítottam. Én mindig csak adtam a betegnek, ez volt a lelkemnek a jó, meg tényleg egy természetes, tehát nem kötelességből tettem soha, hanem ez egy természetes dolog volt, és akkor nem is számítottam rá, véletlenül vette észre a férjem, hogy ott vagyok a listán, és akkor hát már nyilván figyelgettük, hogy lépegetek előre. Nagyon sok betegnek vagyok hálás, de természetesen emellett, hogy ezt megtehettem, hogy a betegeimmel olyan viszonyt ápolok, hogy 0-24 órában hívhatnak telefonon, és a félvilág tudja azt az egy darab mobil számomat, ami hivatalos is, meg a családi is, ezért a családomnak is nagyon. Tehát a szüleimnek, akik mindent biztosítottak ahhoz, hogy én megtehettem, hogy itt vagyok, és úgy lehettem orvos, a családomnak, a gyerekeimnek, most már az unokáimnak is, mert még 3 napot azért dolgozok, úgyhogy ha valamelyiknél szükség van rám, akkor azt mondom, hogy csütörtöktől vasárnapig, de hát ez tényleg egy ilyen hálatelt szívvel tudom mondani, hogy köszönöm a betegeimnek a szavazatokat. És a családban lesz folytatása ennek a csodálatos szakmának? Hivatásnak? Igen, érdekes módon a középső gyerekem, 3 gyermekem van, a legidősebb görögkatolikus pap lett, úgyhogy az édesapja se csinálja rosszul a dolgát, úgy gondolom. A középső lett orvos, anesteziológus főorvos, és a 3. matematika-fizika szakos tanár. Hát ő van, mindegyik elég messze van, úgyhogy nem győzök utazgatni, de igyekszem helytállni. Meg talán majd az unokák közül is valaki esetleg ezt a szép szakmát választja. Hát egyelőre ott tartunk, hogy a 2,5 éves, mikor megdicsérem, hogy milyen okos vagy, és hát lehet, hogy orvos lesz-e, nem kéményseprő. Hát tehát... az is egy nagyon szép szakma. Úgyhogy még nincsen kialakulva, bár a legidősebb, a 14 éves, most gimnáziumban biológia-kémia tagozatra megy, vagy azt fogja nagyobb óraszámba tanulni, úgyhogy van remény. Jó, hát Fölös asszony, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor még egyszer gratulálok a díjhoz. Köszönöm szépen. Újabb óvoda újul meg, új orvosi rendelőt és mentőállomást alakítanak ki, és hamarosan a találkozások házának korszerűsítése is befejeződik Tiszavasváriban. Az utóbbi egy évben az úthálózat is jelentős mértékben fejlődött, több mint 10 kilométeren valósultak meg újra aszfaltozások. A városban folyamatosak a fejlesztések, az önkormányzat legfontosabb feladataként azonban az intézmények biztos működtetését tekinti.
Polgármester úr, ugye már május van, de azért az évre vonatkozó költségvetés még mindig aktuális. Milyen költségvetési összeget fogadott el a képviselőtestület, illetve mire irányoznak ebből? A képviselőtestület 2023. februárjában egy nagyon feszített költségvetést fogadott el, ugyan főösszeg szerint több milliárd forintból gazdálkodunk, de ami itt a fejtörést okozta igazság szerint az a működési hiány, ami a költségvetés végszámánál mutatkozott, ez egy 328 millió forintnyi. Nevezzük hiánynak, de mi működési támogatásként beállított pénzösszegnek neveztük. Ez egyébként a rezsi emelkedésekből, az élelmiszer alapanyagár növekedésből, a bér növekedésből és járulék növekedésből adódik. Úgyhogy ezzel a nagy számmal kell nekünk megküzdenünk. A tavalyi évünk, a 2022-es esztendő sem volt egyszerű, hiszen mint minden települési önkormányzat, mi is szembesültünk a magas gázárral, elektromos áramárral és minden mással. A tavalyi esztendőt az sikerült túlélnünk, de ugyanezekkel az emelkedett költségekkel számolnunk kellett 2023-ra is. A tavalyi év novemberében a minisztérium, a miniszterelnökségen jártunk, Balla György kormánybiztossal egyeztettünk, és elmondtuk, hogy Tiszavasvár milyen kihívásokkal küzd. Ennek eredményeként a költségvetésben 134 millió forintnyi kormányzati támogatás jelenik meg az idei esztendőben. Ez most, mint ahogy mondtam, februárban is arra elég, hogy egy kicsit levegőhöz jutunk az első fél évben. Az év második felére bizakodóak vagyunk, hogy a kormányzat nyitott lesz az újabb tárgyalásra, és újabb támogatásokhoz juthatunk, valamint reménykedünk abban, hogy az energiaárak is normalizálódnak. Na most nem ültünk tétlenül, karba tett kézzel, nem vártuk a sült galambot, hanem igyekeztünk mi is tenni magunkért. A tavalyi esztendőben, a fűtési szezonban már sajnos intézményeket kellett bezárni, átszervezéseket kellett eszközölni, így zártuk ugye a 22-es esztendőt, ez áthúzódott 23-ra is, április 15-éig a nagyobb intézményeink, vagy nagyobb épületeink, szolgáltatóház, civilház, találkozások háza zárva voltak. A könyvtár volt, ami működött, és a civilháznak és a találkozások házának a dolgozói annak ellenére, hogy zárva volt az intézmény, a könyvtárban, és külső helyszíneken megoldották a közösségi életet, a közösségi élet szervezését. Bezártuk sajnos a sportcsarnokot is, a sportélet is ezáltal fölborult, de igyekeztünk, amennyire a magunk módján tudtunk segíteni a sportolóknak támogatásokkal és olyan ötletekkel, olyan javaslatokkal, amikkel a sportéletet tudták folytatni. Április 15-ével újra visszanyitottak az intézmények, és újra visszaállt a közösségi élet és a sportélet Tiszavasváriba. Amit el kell mondanom még, hogy fájó intézkedéseket is kellett hozni a 2023-as esztendőre. Az iparűzési adónkat 1,4%-ról 2%-ra emeltük, valamint bevezettünk egy kommunális adót, ami nem volt a lakosság felé. Ez 6000 forint per év per ingatlan, valamint az üdülőtelepen lévő üdülőtelkek után járó adót is emelnünk kellett. Ez 8000 forintról 15000 forintra emelkedett, és hát továbbra is keressük és kutatjuk a lehetőségeket, hogy hogyan lehetünk költséghatékonyabbak. A legnagyobb rezsi árral, rezsi emelkedéssel a Kornisné központ találkozott, ez egy idős otthoni szociális ellátást biztosító intézmény. Itt 20 millió forintról 120 millió forintra növekedtek az energiaárak. Ott bizony, fogalmazzunk így, visszább kellett lépni. A gázfűtés helyett beállítottunk saját költségvetésből, önkormányzati költségvetésből 21 millió forint értékben, 2 darab új vegyes tüzelésű kazánt. Sajnos a folyamatok elhúzódtak, és így az átadás az a március hónapban történt meg, tehát nagyon nagy segítség úgymond ebben az esztendőben ez nem volt, viszont az őszi fűtési szezontól kezdődően nagy mértékben fogja segíteni az intézmény költségvetését, így tudunk majd pénzt megspórolni. Ami még segítségünk lesz, és fontos megemlíteni fejlesztés szintjén is, és költséghatékonyság szempontjából, az a ledes közvilágítás korszerűsítésünk. Itt egy olyan konstrukciót választott az önkormányzat, aminek az esetében nem egy banknak, egy leasing cégnek a tulajdonában van a ledes világítótest,
hanem az önkormányzat megállapodott egy bankkal, 120 millió forintnyi hitelt vettünk föl, a hitelt mi törlesztjük a megtakarításból, viszont a lámpatestek azonnal a mi tulajdonunkba kerülnek, úgyhogy biztonságban vagyunk, nem viszi el egy leasing cég, nem kerül valami másnak a tulajdonába. Ez a korszerűsítés még folyamatban van, több mint 1700 lámpatest kerül majd lecserélésre. Úgyhogy a költségvetésünk az pengélen táncol, de mi is tiszavasváriak, a képviselőtestület, Tiszavasvár város minden lakója, ez a kis közösség megtesz mindent azért, hogy a település működjön és élhető település maradjon, valamint a kormányzati támogatást is úgy érezzük, hogy megkapjuk, ha ugyan, hogy is mondjam, tehát ilyen folyamatosan a költségvetésben havonta lebontva érkeznek ezek a támogatások, ezek akkor is nagy segítséget jelentenek a településnek. Említette a polgármester úr, hogy több mint egy tucat folyamatban lévő fejlesztési projekt van, emeljünk ki ebből néhányat. Néhányat ki tudok emelni, amik rendkívül fontosak. Ugye 2 évvel ezelőtt a televíziónézők találkozhattak egy óvoda átadóval, ez a Minimano óvodánk volt Tiszavasváriban, egy teljes felújításod esett át. Na most örömhír a tiszavasváriaknak, hogy van egy másik óvodánk, a Retro óvodának nevezett intézmény, ami 40 év után kerül felújításra, teljes felújításra. Egy belügyminisztériumos pályázatból 47 millió forintért első lépcsőben már történt egy fejlesztés, és 113 millió mentett, én ezt így szoktam mondani, mentett régi topos pályázat érkezett a településre, és így a beruházás második fele is megvalósul. Gyakorlatilag az óvoda az teljes felújításon fog átesni, ennek a folyamata van most, ennek azt hiszem 6-tól 15-ig le is kell záródnia. Külső szigetelésről beszélünk, fűtéskorszerűsítésről, belső felújításról, nyilvánzárók cseréjéről, eszközök beszerzéséről, tehát mondhatjuk azt, hogy a retro óvodából egy vadonatúj óvoda fog majd kikerekedni. Amiről beszélnünk kell még, az az iparterület kialakítása Tiszavasváriban. Ez egy régi, szintén mentett topos pályázat, 196 millió forint értékben. Ennek a kivitelezése is elkezdődött. Nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, 5 közbeszerzési eljárást folytattunk le, és az 5-nél sikerült a kivitelezőt kiválasztani. Ennek a határidéje szeptember 15-e, Tiszavasvárnak lesz ezentúl most már akkor iparterülete. 6 olyan rész kerül kialakításra, ahova jöhetnek a befektetők, lehet raktározni, bármilyen olyan tevékenységet folytatni, amit a vállalkozó szeretne, és ezzel gazdagítani a Tiszavasvárit. Látványos még a városban a Zöldváros Központ kialakítása, a régi topos pályázatunk befejező része. Ez a találkozások házának a teljes külső felújítását jelenti, hőszigetelését, tetőszigetelését és egyéb korszerűsítéseket. Megújul a találkozások háza is, és modernebb, korszerűbb lesz majd ez a történet. Kaptunk egyedi kormányzati támogatást 2020-ban Magyarország kormányától. Ez 2 milliárd forintnyi volt, néhányat emelnék ki közülük. Az orvosi rendelőnk mögött lévő védőnői szolgálat épületét teljesen elbontottuk. Ott egy új épület kerül kialakításra, körülbelül egy hónap múlva át is adhatjuk ezt. 2 új orvosi rendelő lesz ebben az épületben, lesz benne lift, végre a mozgáskorlátozottak is tudnak majd az épületben akadálymentesen közlekedni, mert eddig ez sem volt. Vérvételi pontot fogunk kialakítani, és ami talán a legfontosabb a tiszavasváriaknak, egy mentőpont is kialakításra kerül. Itt Tiszavasváriban fog állomásodni egy mentőgépkocsi annak a személyzetével, és hogyha valamilyen sürgős dolog történik, akkor azonnal is beavatkozhatnak majd és segíthetnek a betegek. Elkezdődött a biztos kezdet gyerekháznak és a tanodának a átalakítása, építése. 2 fog megvalósulni. Az egyik a Bűdi város részen, ott egy épület kerül átalakításra, a másik pedig a város másik végén, a Széles-Keskeny utca környékén, ott majd egy vadonatúj épület fog hamarosan megépülni, és a felzárkózást, a mentorálást, a hátrányos helyzetűeknek a segítését, gyerekeknek, szülőknek a segítését fogja támogatni, és őket egy kicsit jobb helyzetbe hozni. A leglátványosabb az elmúlt évben a tiszavasvári útépítés volt, ez is egyedi kormányzati támogatásból valósult meg, 765 millió forintból, több mint 10 kilométernyi utunk újult meg, itt van benne martaszfaltos, van benne aszfaltos út, patkafelújítás, csapadékvízelvezetés, ez nagyon nagy előrelépés a városnak, hiszen az elmúlt esztendőkben ilyen mértékű útfelújítási program nem nagyon volt, ugyan kaptunk egyedi támogatásokat ezt megelőzően is, de ez a legnagyobb útfelújítás, ami az utóbbi esztendőben történt.
Minden településnek gondot okoz a kóbarebek kérdés, én azt gondolom. A felelőtlen állattartás az óriási probléma, és ezzel küzd minden város, minden kisebb és nagyobb település. Tiszavasvárnak is több 10 millió forintjába kerül a kóbarebeknek a befogása, de ez nem megoldás. Ezért döntöttünk úgy, hogy az egyedi kormányzati támogatást, mikor megfogalmaztuk, egy gyepmesteri telepnek a létrehozását is előre irányoztuk, erre is kaptunk támogatást, ennek az építése elkezdődött, közel 81 millió forintnyi egyedi kormányzati támogatásból hamarosan a gyepmesteri telepünk elkészül. Na most nem csak gyepmesteri telepként szeretnénk ezt üzemeltetni, ezt azért mondom, hogy az állatvédők ne ijedjenek meg, de kezelnünk kell ezt a problémát, és gyepmesteri telepre is szükség van, szeretnénk alapítványokkal egyeztetést kezdeményezni, tárgyalni, és velük együtt, közösen együttműködve a befogott állatokat gazdásítani, és olyan életkörülmények közé juttatni, ami mondjuk egy kutyának is méltó lehet, és nem jelent veszélyt a lakosságra. Örömteli hír, hogy 2020-ban, amikor bejelentette a Magyar Turisztikai Ügynökség Tiszavasváriban, hogy egy 50 szobás szállodaépítésre kapunk lehetőséget. Annak az első fázisának a végére értünk. Gyakorlatilag lefolytattunk minden engedélyeztetési eljárást, megvannak az engedélyes tervek, és hát lefolytattunk egy feltételes közbeszerzési eljárást is. Megvan a nyertes kivitelező. Itt a szálloda projektünknek a megvalósítása jelen árak szerint és a beérkezett ajánlat szerint 3,5 milliárd forintba kerülne. Most a nyertes közbeszerzés után fogunk fordulni Magyarország kormányához, és segítse Tiszavasvárit ebben a projektben, biztosítson forrást erre a szállodára, hiszen Tiszavasvárnak az egyik kincse a gyógyvíz, a Szent Mihály gyógyfürdő gyógyvize, ami méltán népszerű az országban és a határainkon túl, és nagyon sokan járnak hozzánk Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, és hát a magyar emberek is megtalálnak bennünket. Szükség van erre a szállodára, és a turisztikában ez nekünk óriási segítség lehetne. Nagyságrendileg én néhány projektet emeltem ki, de Tiszavasváriról elmondható azt, hogy 2018 után lendületet szerzett, felzárkózó és fejlődő településé vált. Közösségi életünk is visszatért úgymond a régi kerékvágásba, és a tiszavasváriak élhető települést szeretnének. 32 projektünk van, ami vagy lezáródott, vagy folyamatban van, vagy kivitelezés. Előtt áll még az új topos pályázatokon is 8 pályázatot nyújtottunk be. A 8 top pluszos pályázatból 5-re sikerrel pályáztunk, ahol most állunk, itt a városközpontban, például az élhető település központ kialakítása címen 420 millió forintnyi forrás nyert el Tiszavasvári. Ebből több mint 400 millió forintnyi pénz már a számlánkon van, az előleg úgymond megérkezett. A tervezés folyamatban van, megújítjuk a központi parkunkat, teljesen a gimnázium, a főútvonal mellett található parkokat és közterületeket. Kialakításra kerül a találkozások házában egy közösségi tér, egy kávézó, egy kiállítótér, valamint nagy gondot okoz, hogy nagy település vagyunk, van egy központi részünk buszmegállóval egyebekkel, és hát az illemhelyek használata az problémát okozott, így egy nyilvános WC, egy illemhely is majd megépítésre kerül, úgyhogy ezeket a problémákat is igyekszünk majd kezelni. Tehát Tiszavasvári fejlődik, én azt gondolom, hogy jó úton van, jó úton halad, közösséggel, együtt gondolkodással és nem széthúzással elindult egy méltó járásközpont felé városunk. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!